Évelején ebbe az épületbe költözött át a Józsa András Oktatókórház gyermekrehabilitációs részlege. A 16 éve létező osztály jövőjéről, az ellátás fejlesztéséről tartottak ma szakmai konferenciát, ahol a legfontosabb célként a fekvőbeteg ellátás csökkenését és az új módszerek bevezetését tűzték ki célul. Különböző sérüléseknek a gyógyítására az orvostudomány, a fizioterápia mindig újabb és újabb módszereket talál ki. Ezekhez különböző eszközök, módszerek, szakemberek kellenek, és ezeknek a kiképződése, megszerzése, ez a jövő. Tehát, hogy a gyerekek minél kevesebb, minél kevesebb szenvedés árán jussanak el a fejlődési lehetőséghez, ebben sokat tud segíteni az új technika. Az osztályon éves szinten mintegy 100 000 gyermek fordul meg, közülük 250-260 fekvőbeteg. A célok között szerepel ennek a számnak a csökkentése is. A jövő tekintetében arra szeretnénk hangsúlyt helyezni, hogy a gyerekeknek a rehabilitációját legkevesebbet fekvőbeteg formában lássuk el. Áttérnénk a nappali klinikai ellátási rendszerre. Ez azt jelenteni, hogy 2-3 hetes intenzív intervallum terápiákban gondolkozunk a gyerekek számára, és ehhez társulóan újabb terápiás lehetőségeket, terápiás tárházunk bővítését tervezzük. A főorvos elmondta, a megvalósításhoz a szakmai egyeztetéseken túl pályázati forrásra is szükségük lesz.